Eufórikus hangulatban zárult a 2023-as éve az Éllovas Opus Tigers hajdúszoboszlónak. Bár nehezen indult a Tiszavasvári elleni találkozó, de a végén örömjátékkal zárult a mérkőzés. Az utolsó percekben az ifisták brillíroztak a felnőtt csapatban. Nehéz mindezt szavakba foglalni, de megpróbáltuk. Háromszor robbant fel a csarnok Csendes Lajos miatt, először amikor pályára lépett, aztán pedig a két gólnál. Milyen érzés? Szavakba lehet-e ezt foglalni? Hát igazából nagyon nehéz, egyszerűen zseniális. A szurkolótábor a panasz nem lehet. Nem merem kockáztatni, ilyen érzésem még nem volt az életben. Egyszerűen csak állítom, hogy zseniális. Kik voltak ott a szurkolók között, hiszen azért azt én jól láttam és figyeltem, hogy a kortársai, tehát gyanítom osztálytársak, barátok, kik voltak ők? Ugye már ifiben is játszok, és ezelőtti meccsőt volt egy mérkőzésünk, és a srácok maradtak drukkolni, bízva abba, hogy pályára lépünk mi is, illetve hogy egy újabb hazai két pontot szerzünk, így is lett. És milyen volt az az utolsó 5 perc? Igen, te többet játszottál, de milyen volt az az utolsó 5 perc? Az jól látszott, hogy ti fiatalok érzitek egymást a pályán. Nem izgultatok azért, amiért most egy felnőtt csapat ellen kellett mindezt megmutatni? De szerintem ezt mindenki nevében elmondhatom, hogy rendkívül izgultunk, de ugyanakkor az a fiatalos lendület mindenkiben nem volt, és az akarni ugyanúgy bennünk égett egyszerre, és egyszerűen tettük a dolgunkat. Hogyan bírjátok a kettős terhelést? Ugye, oké, a felnőtt csapatban még nem sok szerephez jutottatok, viszont az ifiben rendszeresen edzetek és bajnoki mérkőzésekre jártok, mindemellett a felnőtt csapat edzéseit, illetve a mérkőzéseit is aktívan követitek, illetve ott vagytok aktívan a csapattal, ugye ti is a csapat tagjai vagytok, és ezt nagy betűvel mondom. Hogyan lehet mindezt bírni a tanulás mellett természetesen? Hála Istennek, az edzőinknek köszönhetően ez teljesen bele van építve az időrendünkbe, egyszerűen meg tudjuk tenni. Igazából délben végzünk az iskolában, utána van időnk tanulni, és akkor muszáj is, mert ugye utána jön az edzés, és csak legjobb esetben én például Debrecenbe 9-kor érek haza, onnan még max. Egy és fél óra alvás, és utána pihenni kell, mert másnap iskola. De alapvetően mérkőzésekre tökéletesen fel tudunk készülni, és ugye hála Istennek, a felnőtt edzéseknek így a közeg egyre jobb, befogadóbb, és itt azt is mondhatom, hogy teljes mértékben befogadtak, nem jelent akadályt. Szoktatok-e az ifi csapattal, illetve az ifi csapattársaiddal beszélgetni arról, hogy mire vihetitek a kézilabdapályafutásban a karriereteket? Szoktak összeülések lenni, ilyen beszélgetések, vagy akár csak meccs előtt, meccs után, és rendszeresen beszélünk erről. Mint csapat, óriási jövő van előttünk, tárva nyitva a kapuk, de hát ezt még nem tudhatjuk, hogy mit hoz. Mi kell ahhoz, hogy minél magasabb szintre jussatok? Munka, munka és munka. Rettentően nehéz mérkőzés volt, amire számítottunk is egyébként. Egy nagyon kellemetlen ellenfél a tiszavasvári. Azt ki kell emelni, hogy azért a 10 gólunk mellett 12 kihagyott helyzetünk is volt, tehát magunknak tettük nehéz az első félidőt. Azt tudtuk, hogy a két csapat között van különbség. Igazából nekünk azért volt egy második sorunk, akik hála Istennek nagyon pozitívan tudtak beszállni. Ők addig bírták, ameddig tényleg ki nem pukkadtak. Tényleg sokan most is fetrengenek, mert annyira elfáradtak a vasvári játékosai közül. Le a kalappal előttük, nagyon jól küzdöttek, és ennyi hiányzót figyelembe véve én azt gondolom, hogy tényleg mindent megtettek a győzelemért. A második félidőre elfáradtak. Két ellentétes félidőt láttunk. Oké, hogy az ellenfél elfáradt, de a mi csapatunk is teljesen a másik, a jó arcát mutatta a második 30 percben. Mi történt az öltözőben? Mi történt a félidőben? Rá kellett világítani a hibáikra a srácoknak, és gyakorlatilag kicsit forgatni kellett, és mire megtaláltuk azt a megfelelő gyakorlatilag felállást, amivel eredményesek tudunk lenni, addigra elég sok idő eltelt, de hál' Istennek megtaláltuk, és ennek megfelelően tudtunk győzni. Hát nagyjából 55 perc telt el, ekkor jöttek be a fiatalok, és hát ez a felállás is teli találatnak bizonyult. Talán 4 gólt szereztek az utolsó 5 percben. Teljes ifi sorral is megállták a helyüket a fiatalok az MB2-es mezőnyben.
csarnok gyakorlatilag felrobbant, a szurkolók, a barátok, az osztálytársak tomboltak. Ennyire jók a fiatalok? Nem csak jelene, hanem jövője is van a hajdúszoboszlói kézilabdának? Hát rettentően jók, és ugye nagyon félve viszi be az ember őket ilyen felnőtt NB2-es közegben, azért itt nagyon erős és rutinos játékosok vannak, és a fiatalokat még féltem is egy kicsit. Régóta vártunk már arra, hogy ők tudjanak szerepelni. Most megadatott ez a lehetőség, és fantasztikusan éltek vele. Ezek a srácok több bajnokságban is hétről hétre nagyon keményen dolgoznak, ifi edzésen, felnőtt edzésen is részt vesznek, és le a kalappal előttük. Én nagyon boldog vagyok, hogy mindenkinek tudtam játék lehetőséget adni, és fantasztikusan hálálták meg. Nagyon jó érzés volt. Nagyon nehéz bárkit is kiemelni, hiszen a kapus is hozzátette a magáét, a szélsők is, az átlövők is azért hozzátették azt, amit hozzá kellett tenni. Ki lehet emelni bárkit a fiatalok közül? Szerintem igazából nem is nagyon kell, hiszen mindenki, amiért be lett küldve, azt nagyon jól meg tudta csinálni, fantasztikus volt az összhang, jól védekeztek, nem rettentek meg attól, hogy ilyen nagy rutinos játékosok vannak ellenük, tényleg le a kalappal előttük. Viszont a mi rutinos játékosaink közül ki kell emelni Páncél Zoltánt, talán két számjegyű gólszámot ért el, minden sült neki, minden jött neki, azért tudjuk, a szezon elején nem igazán így alakultak neki a lövései. Mi az, ami átszakadt benne, minek köszönhető az, hogy a szezon elején a rosszabbik arcát mutatta, most a vége felé pedig már azért azt az arcát mutatta, amiért leigazolt a Hajdúszoboszló? Én biztos vagyok benne, hogy nagy szerepe van annak, hogy ő is megszokta ezt a közeget, hiszen ő a Sárospatakról jár át hozzá. Két és fél órát utazik azért, hogy itt legyen egy másfél órás edzésen, aztán két és fél órát haza. Terhes feleséggel együtt aggódva érte, küzd a úgymond a családjáért és a csapatért. A csapat teljes mértékben elfogadta és beilleszkedett. Ezt azért így lelkileg, független attól, hogy milyen múlt van mögötte, ezt azért nehéz feldolgozni. Ennek megfelelően nagyon vártuk már egyébként, hogy ilyen teljesítmény nyújtson. Hozzáteszem, hogy már nem csak ezen a mérkőzésen, hanem több mérkőzés volt már, amikor kimagaslóan jól teljesített. Csak így tovább én azt kívánom neki is. Jól tudtam most a társakkal együtt dolgoztunk. Feküdt nekünk ez a hatos falas védekezés. Úgy nyílt a fal, hogy hál' Istennek a másik fél időben az átlövésekből tudtunk dominálni. Ha meg oda segítettük, szépen tovább tettük a labdát, és akkor már okosan eltettük a kapus mellett. Úgyhogy szépen dolgoztunk a másik fél időben együtt. Külön kiemelném a fiatalokat, akik borzasztó büszke vagyok, bejöttek itt az utolsó 6-7 percre, és nagyon-nagyon szépen felnőttek a feladathoz. Milyenek a fiatalok? Mi most 5 perc alatt láthattuk, hogy mire képesek, viszont a hétköznapokon azért te látod őket. Mennyire fejlődőképesek, mi az, amiben javulniuk kell, és hogyan kell mindehhez hozzáállni? Ami nagyon-nagyon-nagyon tetszik itt Hajdúszoboszlón, hogy amellett, hogy megvan az utánpótlás, edzésen ezek a gyerekek látogatják a mi edzéseinket is. És nem csak eljönnek és itt vannak, hanem nagyon-nagyon szépen belállnak a munkánkba. Az utóbbi 4 évben most már NB2-zöm, és ahol voltam, ott is megvoltak a fiatalok, de nem éreztem azt a munkában való akarást, hogy igenis szeretnék fejlődni. Amit most láthattak itt a nézők, illetve láthattatok, az, hogy ezekre a gyerekekre szerintem éveken belül, ha ilyen szépen dolgoznak és fejlődnek és vevők lesznek a munkára, akkor lehetnének majd egyszer itt Hajdúszoboszlón felnőtt játékosok, és szerintem meg lesz majd itt az utánpótlás, hogyha az idősebbek kimennek. Én ettől merészebbet merek kijelenteni, még akár magasabb szinten is űzhetik, nem csak mondjuk NB2 vagy NB1B, ha feljut a csapat, hanem akár az NB1-es mezőnyben is megállhatják a helyüket. Azért nyilván neked van tapasztalatod és rálátásod, osztod a véleményem, vagy megcáfolod? Nem vagyok jövőben látom, nincs kristálygömböm. Azt mindenképpen látom, hogy ami most itt történik, ha nehezen is indult ugye általunk, a felnőtt csapat által, ez a szekér döcögött, folyamatosan azért dolgozunk. Tehát itt amit láttok hétvégente, itt azért szürke hétköznapokba kezdődik. Tehát hogyha nálunk rendben vannak a dolgok, úgy még népszerűbb lesz itt a városba, a fiatalok körében is a kézilabda. Úgy nagyobb lesz az utánpótlásbázis. Én simán el tudom azt képzelni, hogyha mi ezt komolyabb szintre tudnánk terelni, és megkapunk mindenfajta támogatást, akkor a fiataloknak is egy sokkal szélesebb perspektívájuk lenne. Aztán álmodjanak nagyot, próbálják ki magukat a világba. Ha valaki csak itt, valaki megy tovább, én a legjobbakat kívánom nekik, de tényleg itt a 40x20 szokott ez mindig eldőrni a szürke hétköznapokban.
És ha már így a jövőről beszéltünk, ugye azért augusztusban, amikor ide érkeztél, akkor a felsőházról beszéltünk, most viszont már azért kicsúszott az a szádon, illetve a szánkon, hogy merészebb álmok, nagyobb célok. Most az első helyen áll a csapat, ugye lesz majd még rájátszás, lehet most ebben a szezonban már merészebbet álmodni? Szerintem mindannyian azért jövünk, és én bízok benne, hogy merészt álmodjunk, és azért dolgozunk. Most elmegyünk egy hosszabb pihenőre, de szerintem januárban már mindenkinek ma az lesz a fejébe, hogy a hátrálévő három alapszakasz mérkőzést, azt még jobban csiszoljuk a játékunkat, és magabiztosan nyerjünk. Utána pedig, hogyha ha jól dolgoztunk, és most már bízunk benne, hogy oda fogunk jutni a felsőházba, utána pedig szerintem onnantól kezdve van majd az a négy csapat, aki jön majd a C csoport felsőházából, onnantól kezdve pedig mindent meg kell tennünk. Nyilván nem lesz egyszerű, mert hasonló jó képességű csapatokkal fogunk találkozni, de minden mérkőzés más, ott a 60 perc, aki jobban teljesít, az győz, úgyhogy én bízok benne, hogy sikerül egy szép dolgot ide varázsolnunk jövő májusában. Te hogy érzed magad? Ugye azt mondtad, hogy egy kicsit döcögött az elején a csapat játéka, ugye az eredmények is azért döcögtek, voltak periódusok, amikor a hullámvölgybe volt. Nem csak a csapat, hanem nyilván értelemszerűen az egyének is. Neked is volt, nem azt mondom, hogy mélypont, de hullámvölgy. Sárospatakról jársz, rengeteget utazol, várandós a feleséged, tehát azért van mire nézned a civil életben is. Hogyan bírod mindezt erővel, illetve lelkileg, érzelmileg? Hogyan szoktál beülni az autóba? Köszönöm ezt még egyszer. Innen is igen, babát várunk, márciusban fog érkezni a kis Zorka. Nem egyszerű, de nem akarok panaszkodni. Azért jövök még mindig ilyen messzire, mert szeretem a kézilabdát. Tehát amikor elkezdtem gyerekként, az egy szerelem volt, és a mai napig folytatódik. Amikor először meg fog majd fordulni a fejembe az a gondolat, hogy most már elég, már nincs meg ez a szerelem, és már nem úgy ülök be az autóba, vagy már nem úgy indulok el, vagy már úgy érzem, hogy nem tudok bele többet tenni, akkor abba fogom hagyni. Én mindenkinek ezt mondom, hogy amit csinál, azt borzasztóan szeresse. Azért járok ide, mert nagyon-nagyon szeretek játszani, és remélem az egészségem még fogadni egy pár hónapot, évet, aztán meglátjuk majd, hogy mennyit. A Hajdúszoboszló és a Nádudvari kézilabdának bizony van jövője, itt Hajdúszoboszló, nyilván Nádudvaron is, és az utolsó perc valóban nagyon jól látod, ezt bizonyította be, ahogy csapatkapitányunk Páncél Zoltán mondta nekem a mesterfújását követően. Ez az utolsó 5 perc talán többet ért, mint amit ők előtte 10 meccsen és 55 percen keresztül csináltak, hiszen ez bebizonyította, hogy Tom hazai közönség előtt nyilván már egy eldőlt meccs volt, de ezek a fiatalok tudtak hozni még plusz egy gólt is az ellenfélen, úgyhogy egyébként gyakorlatilag mindenki hozzátette magáit, parád és védések, csodálatos cserek, remek befejezések, szélső gólok. Egyszerűen azt gondolom, hogy frenetikus volt, ahogy a hangulat és az utolsó 5 perc, és az egész mérkőzés is. Nyilván játékvezetésről nem nyilatkozunk, de volt egy pillanat, amikor 14-14-nél úgy tűnt, hogy ez a meccs még szoros is lehet, holott végig az volt az érzésük, hogy mi jobbak vagyunk, és azért nem minden meccsen volt ez ennyire egyértelmű, mint most, és mégiscsak 14-14 volt. És aztán fogták magukat az ászok, mert ők viszont tényleg, ahogy én szoktam mondani, mentális vadállatok, és megint bebizonyították ezt Páncél Zoli, Hornyák Bence, Szűcs Balázs, Bagi István és a többiek, hogy egy ilyen holtponton nem reklamálással kellett, nem színészkedéssel, mint amit más csapatok csinálnak, hanem felsősarkos bombákkal, és tényleg meg láb mellé lőtt bombákkal, tehát gólokkal, parádés játékkal, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk a fiúkra, hogy azt is elbírták, hogy szinte az egész szezonban nem lehet azt mondani, hogy nagyon nekünk fújtak, és a játékvezetők, és egyébként hozzátartik az igazsághoz az is, hogy az első hazai meccsünk óta nem tudtunk nyerni, tehát Hajdunánás volt, akit nagyon nagy heroikus küzdelemben legyőztünk a végén, és utána döntetlen, vereség döntetlen volt a sorminta. Idegenben viszont parális győzelmeket arattunk a felsőházban lévő közvetlen riválisok ellen, kivéve persze pont a Tiszavasvárit, akiknek pont itt volt az ideje visszavágni. Úgyhogy azt mondom, hogy összességében nem lehetünk elégedetlenek, abszolút tele van az a bizonyos pohár, és úgy gondolom, hogy egy parádés szezon zártunk. És amit még soha nem tudtunk elmondani egy ilyen utolsó meccses interjúnál, hogy első helyen áll télen az Opus Tigász Hajdúszoboszló kézilabda csapata. Úgyhogy köszönöm szépen a fiúknak, Kovács László edzőnek, Hol Péter technikai vezetőnek,
Kosek István elnökségi tagbarátomnak, az összes támogatónak, szponzorunknak, Hajdúszoboszló város önkormányzatának, az Opusztigáznak, Nádudva város önkormányzatának, a Hungaroszpának és a mögöttünk látható támogatóinknak a meccselőt is, hogy megköszöntük. Ezúton is szeretném megköszönni. Egy olyan edzője lett a csapatnak itt a nyári változásokkor, akinek igazából felnőtt csapat élén még nem igazán volt tapasztalata. Viszont nála jobban talán senki nem ismeri a klubot, az egyesületet, és úgy tűnik, most kijelenthetjük, hogy ez nagyon jó döntésnek bizonyult. A hétköznapokban mit látnak az ő munkájából? Azzal kezdeném, hogy természetesen köszönjük Hornyák Lajos áldozatos munkát, amit a korábbi években tett. Az ő munká is benne van ebben a sikerben, és abban, hogy ezek a játékosok jobb játékos és jobb emberré váltak, de ahogy elmondtuk a nyári interjún is, most úgy éreztük, egyértelműen azt úgy éreztük, hogy váltani kellett. Most talán így fél évnél mondhatjuk, hogy mellé nem lőttünk a váltásnál. Igaz, hogy Lacinak voltak korábban már játékos edzőként felnőttekkel is tapasztalatai, még jóval korábbi esztendőkből és más csapatoknál, más megyékben, de összességében tényleg így, hogy abba kell hagyni az aktív pályafutását, amit őt ismerve egy nagy áldozat volt, így teljes elánnal vetette bele magát a munkába, és tényleg azt láttam, amit tök jó volt minden meccsen megtapasztalni, hogy együtt él a játék, a szenvedélyesen állott a pálya mellett, de mégis hideg fejjel hozza meg azokat a döntéseket, amikor egy cserét vagy egy taktikai elemet kell megvalósítani. Úgyhogy hát én úgy gondolom, hogy Laci remek választás volt, egy percig nem volt kétségünk, és amikor Zsinórban egy döntetlen és két vereség után voltunk, és mélypont volt, akkor is egy percig sem kételkedtünk abban, hogy ő ki tudja majd rángatni ezt a csapatot a gödörből, mert egyszerűen ebben a D-csoportban most mi vagyunk a legjobbak. És hát ugye evés közben jön meg az étvágy, néhány hónappal ezelőtt a felsőházról beszélgettünk, most viszont az első helyen állunk. Merhetünk merészebbet álmodni? Akár az osztályváltásban is gondolkodhatunk? Ugye 11. forduló lement, vagy le fog menni holnapi nappal, bevallom, még nem is néztem meg a többi eredményt. Azt biztosan kimondhatjuk, hogy bárki bárkivel bármit játszott, most mi télen, tehát most februárig egészen biztosan mi leszünk az elsők. És ha matematikailag nem is, én úgy érzem, hogy azért a felsőházi rájátszásban részvételünk nagyjából biztosított. Ugye a lebonyolításnak a furcsaságai vagy különlegességei miatt nem tudhatjuk, hogy hány ponttal megyünk majd, tehát ugye ha minden igaz, a maximum az ugye 12 pont tud lenni, hogyha három olyan csapatot viszünk magunkkal a felső házba, akiket mind a három, vagy mind a kétszer oda-vissza, vagy oda-vissza megvertünk, jelenleg például a Hajdunánás egy ilyen csapat, de reménykedhetünk még például a Hajdúböszön, mivel idegenben le tudtunk győzni, vagy a Kisvárdát, és hazaiban még velük játszunk. De az is lehet, olyan csapatok jutnak majd be, akik ellen, például a Balmazújvárosok ellen vereségünk is van, tehát ez sem mindegy, hogy indítunk. Bevallom őszintén, hogy én talán megtehetem, hogy félszemben már nézegettem a C-csoportnak az eredményeinek az alakulását. Hát mondjuk úgy, hogy betonkemény csapatok vannak ott, tehát a DVTK nyilván a lehetősége, infrastruktúrás és anyagi lehetőségeivel nehéz versenyezni, ott már most egy sima NB1-B-s szintű keret van, ugye, mint ahogy tudjuk, Diósgyőben fanatikus szurkolótábor van, még egy csapat a Miskolcnak, ugye az Acélváros, és mellett a nagyon erős a Salgótarján és a Vác is. Nagyon-nagyon várjuk ezt a kihívást, hogy jussunk be a felsőházba, és utazzunk el ezekre a városokba, jöjjenek ők is ide hozzánk, és nézzük meg, ki a jobb. Talán most így az adventi készülődést, ezeket a dolgokat majd háttérbe szorítja, de januárban szerintem mindenképpen az első között fogunk ezzel kapcsolatban összeülni, beszélni, hogy hogyan tovább. Az nem volt kérdés, hogy amikor megláttuk, hogy milyen keretet sikerült összerakni, akkor az az alapelvárás volt, hogy a legjobb négybe kerüljünk. Most hatalmas lépést tettünk ez érdekében, és bízok benne, hogy a folytatás is hasonló lesz. Három nagyon fontos mérkőzésünk van, és az egyik, az Balmazújvároson fogunk kezdeni ugye idegenben, és utána kettő hazai mérkőzésünk van remélhetőleg ugyanilyen teltház előtt, és ugyanilyen hangulatban. Először ugye a Hajdúböszörmény, majd a Kisvárda együttesét fogadjuk. Mind a három egyébként hihetetlenül nehéz mérkőzés lesz. És hihetetlen, hogy mennyire összeállt itt az Opusztigáz, Hajdúszoboszló, nem csak mint kézilabda csapat, hanem mint
mint egyesület a szurkolókkal együtt, a háttérmunkásokkal együtt beérett, kezd beérni az a munka, amelyet évekkel ezelőtt elkezdett az egyesület? Én bízok benne, hogy ez egy érési fázis, de még sosem mondhatjuk azt, hogy vége, hiszen rengeteg célunk van, és hát ez csak egy alapfázisa annak, hogy a fiatalok beépítése, a szurkolók és a csapat összerakása, egy szerethető csapatot hozzunk létre. Én azt gondolom, hogy jó úton haladunk, de még korán sem vagyunk a végén.